Dr. Szigeti Jenő Soha sem késő Istenhez fordulni A mi időnk elfogy, de Isten türelme soha. Kegyelme végtelen, de ez nem a büntetés elengedése, hanem az új kezdés lehetősége. Soha nem késő Istenhez fordulni, és mégis sokan elkésnek. Pedig Isten igéje értünk, a mi érdekünkért sürget. Az Istenhez fordulás életforma váltás. Ezt kevesen vállalják. Isten nem kényszerít, hanem hív és vár. Ő az egyetlen lehetőség akkor, amikor nem látjuk a kiutat a magunk teremtette csapdáinkból. Augustinus, akit a kereszténység Szent Ágostonként tisztel, ezt mondta egyik prédikációjában. Az ég vételára te magad vagy. Add oda magad Istennek, és megnyered az eget. Ez a kis füzet segítséget akar adni a döntéshez, ami nem szokásváltás, hanem szemléleti módunk megváltoztatása. Nem én teszem, hanem Isten munkája bennem. Soha nem késő Istenhez fordulni, mert nem mi fedezzük fel őt, hanem ő vezet minket. Csak látni kell, tanulni tőle. A bibliai kor embereinek élettörténete ad erre példát. Békességet és áldást kívánok azoknak, akik elindulnak ezen az úton. Mert soha nem késő. A két lator Jézust Barabás keresztjére feszítették. Barabás neve azt jelenti, az apa vagy a tanító fia. Pedig Jézus volt a tanító, az Atya Isten fia. Barabás hírhet rabló volt, rettegett tőle egész Izrael. Jézus viszont szerte járt, és jót tett, megpróbálta összegyűjteni Izrael szétszélet juhait. A tömeg mégis Jézusra kiáltott feszíst meget, és Barabást bocsátották szabadon, aki kegyelmet kapott. Így függött Barabás jól megérdemelt keresztjén Jézus. Aki kivétel nélkül minden bűnösnek kegyelmet hirdetett. A kegyelem lehetőség, amivel élni és visszaélni is lehet. A kegyelem egy nyitott ajtó, amin be lehet lépni, amit el lehet fogadni. Tudjuk, hogy Barabás nem élt ezzel a lehetőséggel, pedig megtehette volna ő csak megúzta a keresztre feszítést. De egyet biztosan tudunk, hogy soha nem késő a Jézus által felkínált kegyelmet elfogadni. Krisztus keresztje értünk is ott áll a Golgotán, és a feszítsd meget mi érdemeljük. Jézus mellett ott függött barabbás két latortársa, akik gyilkoltak, raboltak, fosztogattak, nem kényszerből, csak érdekből. Talán már a végén passzióból is. Barabás látszólag megmenekült a haláltól, de a jobblator, aki Jézusban felismerte a szabadítót, biztosan üdvözül. Nem azért, mert kevesebb volt a bűne, mint társainak, hanem mert felismerte Jézusban a bűntől szabadítót. A másik lator csak a tömeg gyalászkodó, értetlen szavait ismételgette. Nem te vagy a Krisztus. Mensd meg magadat és minket is. Lukács evangéliuma 23. fejezet 39. vers ez az ember Jézusban csak egy csodatevőt látott, és nem a szabadítót. Ehhez bűneinek súlyát kellett volna felismernie, de erre hit nélkül képtelen az ember. Jézus hallgatott. Az ő keresztjét csak a felismert és megbánt bűneink ablakán keresztül lehet meglátni. Latortársának kellett korholni. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Lukács Evangélium a 23. fejezet 40 és 41. versek. A felismert bűn nem szánom bánom, vagy önsajnálat, de annak megértése, hogy a másik ember ellen elkövetett vétek magában hordozza a büntetését. A bűn magában hordozza következményét, a bűnhődést. A másik ellen elkövetett bűnök visszahullanak a fejünkre. A gyilkost meggyilkolják, a rablót kirabolják, a latorral latorul bánnak. Ez a felismerés, ha az ártatlan értünk szenvedő Krisztus keresztjén át éri el a szívünket, nem kétségbeesést, hanem Isten országa iránti vágyakozást ébreszt bennünk. Isten országára nyitja fel a szemünket, ahol minden kérdés megoldódik. Ezért fordult a jobblator Jézushoz ezekkel a szavakkal. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Lukács evangélium a 23. fejezet, 42. vers. Aki felismeri bűnét, annak ablaknyíli Krisztus keresztjénél arra az országra, ahol nem a bűn, és annak következményei uralkodnak. A reménység legyőzi a szívünk reménytelenségét, és erre a kérésre Jézus mindig válaszol, mert mindig van reménységünk. Nekünk is ezt mondja a mester. Bizony mondom néked ma velem leszel a paradicsomban. Lukács Evangélium a 23. fejezet, 43. vers. Ez a ma nem percnyi életünk pillanata, hanem a halálon diadalmas Jézus örök jelene. Nem majd egyszer, az idők végén, valamikor a kikutathatatlan jövő egy pontján jön el az ő országa, hanem Jézus ma akar bennünk megszületni, hogy honpolgárai legyünk az ő országának. Ezért mondta Jézus a farizeusoknak, az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következthethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt vagy ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. Lukács evangéliuma, 17. fejezet, 20. és 21. versek. Az ő országa úgy jön el láthatóan, hallhatóan, reálisan az ember életében, ha ezt a mát felismeri. Ez a felismerésünk a reménység alapja. Akkor jön vissza Jézus személyesen, értem, ha bennem megszületett az Ő országa. Ha ez nem történik meg, akkor csak a hegyeknek fogok könyörögni azon a napon. Essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Jelenések könyve 6. fejezet, 16. vers. Soha sem késő Istenhez fordulni, ezért az ő hívására soha nem szabad halogatni a feleletet. A jobblator nem késett el. Barabás hiába kapott kegyelmet, mégis elkésett. A most az enyém, a holnap már lehet, hogy nem. Második rész Kegyelem Káinnak Káin rútul a maga területére csalta Ábelt, és vallási okok miatt megölte. Az első testvérpár áldozatot vitt az úrnak, mert ők még tudták, hogy mindenért, amiük van, azzal a Teremtő Istennek tartoznak. Mindketten abból vittek áldozatot, amit a Teremtőtől kaptak, a föld első termését és az első szülött bárányt mégis úgy olvassuk. Az úr rátekintett Áberra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Mózes első könyve, negyedik fejezet, negyedik és ötödik versek. Miért? Mert az áldozat lényege nem a bárány, vagy az elsőnek termett legszebb zsenge, hanem szívünk állapota Káinét a harag uralta ami kiűzte a hálát az áldozatot felülírta az indulat Hiába figyelmeztetett Isten mégis Káin a magatér felére csalogatta Ábelt és meggyilkolta Ábel vére pedig az égre kiáltott Mózes első könyve, negyedik fejezet, tizedik vers. De soha sem késő. Isten megszólítja Káint, és épp úgy keresi és kérdezi, mint mikor Ádámot és Évát kereste az éden kertjében. És ez a kérdés máig érő. Hol vagy? Mózes első könyve, harmadik fejezet, kilencedik vers. Soha nem a bűné a végső szó. Isten mindig kérdez, annak ellenére, hogy a választ ő pontosan tudja. Vajon mi is tudjuk azt, amit a bűnünk eltakar? Isten azért teszi ezt, mert saját vélt igazunkkal felhatalmazva érezzük magunkat arra, hogy a bűnt cselekedjük. Máshogy akarjuk megoldani problémáinkat, mint ahogyan Isten szeretné és kínálja. Káin is azt gondolta, ha Ábel nincs, az ő áldozata lesz a követendő minta. Az Úr ezért kérdez. Hol van Ábel a testvéred? Mózes első könyve, negyedik fejezet, kilencedik vers. A kegyelem Isten kérdésével kopogtat be a szívünkbe. A felelet kinyitja vagy becsukja az ajtót. Káin is, mint annak idején Ádám, Hazug mellébeszéléssel akar menekülni az önmagával való szembesülés elől, aminek a lényege a felelősség elhárítása. A gonosz Lator sem érezte a kereszten felelőssége súlyát, nem látta, hogy tetteinek törvényszerű következménye volt a kereszt. Most Káin is mellébeszél. Nem tudom talán őrzője vagyok én testvéremnek? Mózes első könyve, negyedik fejezet, kilencedik vers. Káin szívesebben hallgatott volna tanítást bármiről. Az sem bánta volna, ha Isten haragosan ott hagyja. De a teremtőnek az volt a szándéka, hogy felelősségtudatot ébreszen Káinban a testvére, a másik ember iránt. Enélkül soha nem nyílik meg a kegyelem ajtaja. Ahhoz, hogy megnyíljon, felelni kell Isten kérdésére. Szembe kell fordulni önmagunkkal, és vállalni kell a testvért, akivel együtt élet az életünk. A megtagadott testvér az el nem vállalt bűn, átkodhoz. Káinnal is ez történt. Ezt mondta neki Isten. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó, és kóborló leszel a földön. Mózes első könyve negyedik fejezet, 11. és 12. vers. A teremtéskor Isten a földet az embernek adta. Most a föld, amelyet Isten törvényei kormányoznak, szembefordul az emberrel, aki nem akar a törvényadó törvényei szerint a másik emberrel, a másik emberért élni. Otthonát veszített lényé lett az ember. Isten szava nyomán, joggal gondolhatta Káin, hogy mindennek vége. Történt valami, amit nem lehet visszafordítani. Isten kihirdette az átkot, és most már késő. Ezért így nyög fel Káin nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Mózes első könyve negyedik fejezet, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Az Ábel életét kioltó Káin a saját életét kezdi félteni. Ő is a rejtőzködésben látja a megoldást, mint Ádám annak idején a paradicsomban. Mert ugyanúgy félni kezd, mint ős szüleink. De ez a felelet még nem Isten félelem, hanem az Istentől való félés. A bűn következményére már rádöbbent, de a szeretet megtörése még nem fáj neki. Ez nem elég a kegyelem elfogadásához, de alkalmat ad Káin számára, hogy elfogadja a kegyelmet. Káin panaszára így felel Isten. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelettett az Úr Káinra. Hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve, negyedik fejezet, tizenötödik vers. A Káin bélyeg védjegy. Nem elítél, hanem véd. Adja, visszaadja a változás megtérés lehetőségét. Isten minket sem azért véd, mert jók vagyunk, hanem azért, hogy alkalmunk legyen elfogadni az ő kegyelmét. Rajtunk is van Káin bélyeg. Ez számunkra sem a kárhoztatás bélyege, hanem a kegyelem lehetősége. És ezzel élni soha nem késő. Káinnak sem volt késő. Csak elkésett, mert a kegyelemmel, az Istentől adott védjeggyel nem élt. A kegyelem biztosan vezető vonatáról nem az időhiány miatt késnek el az emberek, hanem az elmulasztott alkalmak miatt. Soha nem késő, de aki nem él a kegyelem lehetőségével, az biztosan elkésik. harmadik rész. Becsületesen újra kezdeni. Jákob csaló volt. Neve is azt jelenti. A héber, k, b, gyökből származik a Jákob szó. A gyök igei jelentése megcsalni, becsapni, félrevezetni. A belőle képzett főnév, ákéb, azt jelenti sarok. Ezt Mózes első könyve 25. fejezet 26. verse magyarázza. Jákob olyan volt, mint a neve. Egy tál lencséért elorozta éhes bátja, első szülöttségi jogát, egy könnyelmű eskövést kicsikarva belőle. Mózes első könyve 25. fejezet 21-től 34. versig. Csalással, édesanyja segítségével, az öreg izsákot megcsalva, megszerezte a visszavonhatatlan atyai áldást, kiváltva ezzel bátyja gyilkos haragját. Menekülnie kellett. Úgy tűnt, hogy élete Isten terve számára elveszett. Nincs visszaút. út. Jákob hite Istenben soha nem rendült meg. De úgy tűnt, hogy lábán rokoni hajléka a küldetésének temetője lesz. Isten álmában kereste meg Jákobot, és látomást adott az égigérő létráról, amivel Isten arra döbbentette rá, hogy az ég és a föld Isten és az ember élete összeér. Jákob az ígéret örököse lesz. Nem a csalásának érdemeként, hanem Isten életet újító kegyelmének következtében. Bételben megígéri neki Isten, hogy ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, és terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, éjszakra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Mózes első könyve 28. fejezet, 13. 15. versig. Isten ígérete lehetőség. Olyan, mint amilyen a Káin bélyeg volt, vagy az az ős evangélium, amit Ádámnak mondott az édenkert kapujában Isten. Mózes első könyve harmadik fejezet, 15. vers. Isten ígérete lehetőség. Olyan, mint amilyen a Káin bélyeg volt, vagy az az ős evangélium, amit Ádámnak mondott az édenkert kapujában Isten. Mózes első könyve harmadik fejezet, 15. vers. Az ígéret elfogadásához győzni kell Isten segítségével a bűn felett. Nem az egy lencsével vásárolt első szülöttség kapcsol az ígérethez, hanem a kegyelem, amit csak úgy lehet megragadni, ha a csaláson, ügyeskedésen urrá lesz a szeretet és az Isten félelem. Lábánházában menedéket talál Jákob, és úgy tűnik, hogy élete kezd jobbra fordulni, de a régi csalást nem elég elfelejteni. Aki megbotlik, annak kezet nyújt Isten. Megkeres, kérdez, segítséget nyújt, de ezt mindig úgy teszi, hogy rádöbbenti az embert a bűnére. Néha egészen különös módon kopogtat be életünk, szívünk ajtaján. Jákobnál úgy, hogy a csalót megcsalják. Hiába volt Ézsau természeténél fogva alkalmatlan arra, hogy az ígéret hordozója továbbvivője legyen, Jákobnak meg kellett szabadulni a gáncsoskodó ügyeskedéseitől, hogy alkalmas legyen az ígéret beteljesítésére. Isten gyógypedagógiája az volt, hogy megengedte azt, hogy Jákob ellen is elkövessék azt a bűnt, amivel testvérének életét megkeserítette. A bűn súlyát akkor érzi az ember igazán, ha maga is küszködik, szenved a bűn terhe alatt. Jákobot lábán megcsalja. Ráhel helyett, akiért hét évig szolgálta nagybátyját, leátkapja feleségül. Csak a lakodalom utáni reggelen vette észre, hogy megcsalták, és ugyanúgy járt, mint ahogyan bátja Ésau, akitől apja megvesztegetésével vette el az első szülöttségi áldást. Csak újabb keserves hét évi szolgálat után kapta feleségül a szeretett ráhelt, de ez a hét év nem volt hiába való. Jákobnak napról napra tanulni kellett, mert soha nem késő Istenhez fordulni. A hit nem belenyugvás a sorsba vagy a fatalista végzetbe, hanem bizakodás abban az Istenben, aki értem akar cselekedni, de ehhez meg kell tanulnom együtt gondolkodni vele. Eljött a hazatérés pillanata a sok ember és hitpróbáló feszültség után Jákob megbékélve hagyta el apósát. Már nem kellett félnie attól, hogy hátba támadja. Lassan lezárult a menekülés ideje. Várta az ígéret földje. Jákob iskolája véget ért. Elindult a megszaporodott családjával, és megnőtt felelősségével arra a földre, amelyet Isten megígért neki. De Ézsauval találkoznia kellett. A nagy kérdés az volt, hogyan várja őt a gyalázatosan rászedett testvére. Ő a hosszú évek megpróbáltatásainak kohójában más emberré lett. De vajon Ézsau hogyan fogadja? a kételyek között vergődő Jákobot angyalok bátorították. Istennek van hatalma, még Ézsau szíve fölött is. Még mindig működik az égből a földig érő lajtorja. A menny és a föld még most is összeér. A hit Istenbe vetett bizalom. Jákob megtanulta hogy nem a hogyan kell kitalálni ahhoz, hogy hinni tudjon az ember, hanem önmagát kell rábíznia Isten vezetésére, mert neki száz útja van ott, ahol mi egyet sem látunk. Követeket küldött bátyához, Ézsauhoz, mert nem titokban jött. És Ézsau négyszáz zsoldosával öccse elé indult. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Mózes első könyve, 32. fejezet, 8. vers. Megtette a szükséges óvintézkedéseket. Két táborra osztotta a beleérkező népet és az állatokat is. Imádkozott, de nem a bosszúálláshoz, vagy a hadi sikerhez szükséges erőért megalázta magát. Ajándékot küldött bátyjának. Ezzel részesítette őt a tőle elcsalt áldásban. Amit most Jákob tett, az többé nem cselvetés, hanem alázatos meghódolás Isten akarata előtt. Szembefordulás a korábbi bűnnel, a csalással és annak gyökerével, az önzéssel egyedül marad a jabbók gázlójának innenső partján. És így száll le az éj. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. Mózes első könyve 32. fejezet, 25. vers. Belerokkant Jákob az ember feletti küzdelembe. Mégsem győzni akart, csak áldásért könyörgött. Sántán tehetetlenül minden földi reményét elveszítve. Kiszolgáltatottan állt meg bátja előtt. És megtörtént a csoda, ami másfél évtizedig Ézsaunak és Jákobnak is elképzelhetetlen volt. Jákob a családja előtt ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Mózes első könyve 33. fejezet, harmadik és negyedik vers. Megtanulták. Sohasem késő de a hazavezető út embernevelő. Sokszor feledjük az égből a földig érő létrát. Sokszor elkövetik ellenünk azokat a bűnöket, amiket mi is elkövettünk, amiktől Isten meg akar szabadítani minket is, de a jobbók partján kiderül, hogy önmagunkkal van tusakodásunk, mert szeretetben hazatalálni soha nem késő. Negyedik rész Dávid útja hazafelé Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Gyerek fejjel, amikor a félelmetes góliátot legyőzte, tudta már az Istennel járás alapszabályát. Nem az öt lapos kő, meg a pontosan célzó paritja a győzelem titka a félelmet csak az Istenbe vetett, rendíthetetlen hit tudja legyőzni. Hit, és ezért volt bátor, ezért győzött. A hit kockázat vállalásának nincsenek irigyei, de a győzelemnek mindig. Kétszer is gyilkos fegyvert hajított feléje Saul, és a győzelemért hálából bújdosnia kellett, s a király mindent elkövetett, hogy elvegye az életét. Bújdosása közben kétszer is alkalma nyílt arra, hogy kiolcsa Saul életét. Nem tette, mert az Istennel járó embernek meg kell tanulnia a nagy leckét. Nem én vagyok a siker kovácsa, Isten tesz értem. Ő nem siet. És nem késik el sohasem. Még akkor sem, ha úgy látszik, hogy minden elveszett. Hosszú évekig tartó bújdosása közben sokszor gondolt arra, hogy értelmetlennek tűnő meneküléssel telik el az élete. Bizonyára az is eszébe jutott, hogy talán Isten is elhagyta. Hiszen mi emberek a mindennapi kenyérben és a korsó vízben nehezen fedezzük fel Isten gondviselését. Amikor Saul elesett a Gilba-hegyi csatában, még nem őt várta a királyi trón. Hitet próbáló, lassú türelemmel kellett építkeznie. És Dávid végül győzött. Jeruzsálem lett a főváros, és az ország eddig nem látott virágzásnak indult, mert Dávid Istennel járt. A hívő embert a győzelem másnapján kísérti a hitetlenség, a hűtlenség beszélje. Illés a Kármelhegyi győzelem után esett kétségbe. Péter is akkor árult el a mestert, amikor nagy öntudattal fogatkozott, és a legerősebbnek érezte magát. Azt gondolta, hogy hisz, pedig csak önmagában bízott. Dávid is így járt. Hatalma csúcsán, amikor seregei az ammoniták fővárosát rabbatot ostromolták, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, Sámuel második könyve 11. fejezet első vers, Dávid otthon maradt, pedig a hadvezetés a királyok feladata volt. A harc helyett pihent, és ezzel alkalmat adott a kísértőnek. Így tudósít erről a Biblia. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki. Becsapéjez, Eliám leánya, a hettita úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Ezután hazament az asszony, de az asszony teherbe esett. Sámuel második könyve, tizenegyedik fejezet, másodiktól az ötödik versig. Ennyi az eset. Mit tesz vajon Dávid? A bűn letagadhatatlan. Úriás régi harcostárs volt, kiváló vitéz, aki a bújdosás nehéz kenyerét is megosztotta Dáviddal. Sámuel második könyve, 23. fejezet, 39. vers. Aki éppen Rabbat Ostrománá kockáztatja Jeruzsálemért és Dávidért az életét. De Dávid nem a bűnt bánja, csak a következményt akarja eltusolni, hiszen a törvény szerint házasság törésért halál járt. Mózes harmadik könyve, huszadik fejezet, tizedik vers. Mózes ötödik könyve, huszonkettedik fejezet, huszonkettedik vers. Haza hivatja a megcsalt férjet szép szóval. No meg leítatással haza akarja küldeni hogy a látszat megmaradjon és elhiggye a világ, hogy a születendő gyermek apja nem más, mint a hettita úriás. És amikor a hős katona kitart a hadibecsület törvénye mellett, Sámuel első könyve 21. fejezet 5 -től 7. versig, saját halálos ítéletét kézbesíti a hadsereg parancsnoknak akinek az a dolga, hogy a hettita úriás halálát hadi balesetnek álcázza. A terv sikerül. Úriás elpusztul, s a megtört szívű özvegyet a kegyes király képmutatóan maga mellé veszi. Úgy tűnik, hogy a képmutató kegyeskedés minden bűnét elkövette Dávid, Meghasonlott a hite, hisz ez a képmutatás utálatos Isten előtt. Van-e kiút, vagy ilyenkor már késő van Istenhez fordulni? Volt idő a megbánásra, de ezt az alkalmat Dávid elmulasztotta. Emberi logikával azt mondanánk, a kocka el van vetve. Bárhogy is akarja palástolni Dávida bűnét, bármennyire szeretné a kegyesség látszatát megőrizni, úriás vére az égre kiált. Ennek ellenére volt vissza út, mert Istennél készen van a segítség. Elküldte az úr Nátánt, a profétát, a királyhoz egy szívhez szóló, példatörténettel. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából levett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Sámuel második könyve, tizenkettedik fejezet, elsőtől a negyedik versig. Dávid felháborodott. Örök törvény, hogy mások bűnén, jogtalan cselekedetén akkor szoktunk a legpatetikusabban botránkozni, ha a lelkiismeretünk nem tiszta. Általában a bűn rosszallása a kegyeskedő emberek tulajdonsága. Dávid hamar és könnyelműen kimondta az ítéletet. Az élő urra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. Sámuel második könyve, 12. fejezet, ötödik vers. Ekkor a próféta csak ennyit mond. Te vagy az az ember. Hetedik vers. A történetnek ez a nagy fordulópontja. Az Istentől eltávolodó embert úgy keresi meg Jézus, hogy önmagával szembefordítja. Dávidnak el kellett ítélnie önmagát, hogy vissza tudjon találni Istenhez. Önmagát kellett elítélnie ahhoz, hogy megtalálja Istenét, aki elől elmenekült. Ezt az önmagunkkal való szembefordulást nevezi a Biblia megtérésnek, vagyis Istenhez való visszatérésnek. A magunk igazának bokrai között rejtőzünk, mint a bűneset után az első emberpár. De ahogyan a jobblator története is mutatja, sohasem késő Jézus előtt önmagunkkal szembefordulni, és elismerni az ő igazát a mi igazunk ellenében. Ez nem csupán Dávid bűnének története. Ekkor tért meg igazán Dávid, mint ahogyan ezt bűnbánati zsoltárai is igazolják. Például az 51. zsoltár a megtérés ugyan egy pillanat műve, de a hazatalálás hosszú küzdelem eredménye. Amikor Dávid kimondta maga fölött az ítéletet, a próféta Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdette. De ez nem jelentette azt, hogy bűnének semmi következménye nem lett. Isten a következményt nem hárítja el erre szüksége van ahhoz, hogy a bűnével szembefordulva újra el tudjon indulni Isten útján. Isten értünk ítél. Értünk nem hagyja a bűnt bűntetlenül. Az ő ítélete kegyelmének a másik oldala. Dávid családja életében tapasztalta meg a bűn életet romboló hatalmát. Ma is csak ez győzi meg az embert arról, hogy mi hamarabb érdemes Istenhez fordulni. Negyedik rész A tékozló fiú története Lukács evangéliumának 15. fejezete három elveszettről szól, de mind a három elveszett, megtaláltatott. A fejezet bevezetése szerint örökre elveszettnek hit emberek, igyekeznek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Lukács Evangélium 15. fejezet első vers. Olyan emberek, akiket kortársai békép elveszetteknek, az üdvösségre alkalmatlanoknak ítéltek. A farizeusok és az írástudók tudók megbotránkoztak és zúgolódtak azon, hogy Jézus szóba állt ezekkel a bűnösökkel, és szolidaritást vállalt velük, mert a mester tudta, soha nem késő. Ekkor mondta el Jézus ezt a példázat példázatcsokrot. Ezt a fejezetet több írásmagyarázó is az Öröm fejezetének mondja. Keresztelő János és Jézus is megtérést hirdetett, de míg Keresztelő Jánosnál a megtérést a közeljött ítélet, rémülete hatja át, addig Jézusnál a megtérés csupa öröm. Prőle Károly, Lukács evangéliuma Evangélikus, Egyetemes sajtóosztály, Budapest, 1966, 242 Az elveszítés bánat és bosszúság de a megtalálás öröm Jézus ezekben a hasonló szerkezetű példázatokban a megtalálás öröméről beszél. Az emberek hajlandóak lemondani egymásról, végképp elveszettnek tekinteni azt, aki eltévedt. Jézus pedig éppen azért jött, hogy ezeket az elveszetteket megkeresse és megtartsa. Máté Evangélium a 18. fejezet 11. vers. A példázatoknak éppen az az üzenete, hogy Isten nem mond le rólunk. Nem mi találjuk meg őt, hanem ő keres minket, és ő talál ránk, mert velünk akar örülni. Az elveszett jó elkóborgott a nyájtól. Ő csak egy a száz közül. Ha a pásztor nem szeretné, nem keresné őt úttalan utakon ezért tud örülni, amikor rátalál. Az asszony tíz ezüst pénzéből egy elgurult. Mondhatná az asszony, van még kilenc. Az az egy, majd meg lesz, nem keresem. De az asszony nem hagyja annyiban. Keresni kezd és kitakarítja a szobát. Így talál rá az elgurult drachmára ő is úgy örül, hogy összehívja szomszédjait, barátait, mert a megtalálás örömét meg kell osztani, hiszen így sokszorozódik. A kereszténység ebből az örömből születik, és soha sincs késő erre az örömre rátalálni. Az atya is így örül a megkerült, elveszettnek gondolt fiú hazatérésének. Mindhárom példázat az együtt örülésre szólít fel. Akik nem élik meg az örömöt, nem találják meg Istent sohasem. Azt gondolják róla, hogy egy kegyetlen önkény úr, aki követel, és semmit sem kapunk tőle. Aki abban éli ki a hitét, hogy elveszett embertársa megsegítése és megmentése helyett megszólja, és megveti, az nem ismeri sem Jézust, sem Istent. Bármennyit imádkozik, és bármennyit olvassa az írást. Isten ismeretének fokmérője az, hogy minek tud örülni, Isten ítéletének, vagy megmentő szeretetének. A farizeusok és az írástudók nem tudtak örülni. A bárány eltévedt mert nem figyelt a pásztorra. A drachma véletlenül gurult el, a tékozlóvá lett fiú pedig könnyelműségből fordított hátat az atyai háznak. De sem a pásztor, sem az asszony, sem az atya nem az elveszettet kárhoztatja. Pedig a három példázat egyre értékesebb dologra utal. A juhra az ezüst pénzre végül a kisebbik fiúra a pásztor is az asszony is meg az atya is áldozatot hoztak azért hogy az elveszett megkerüljön és ennek örülni tudtak mind a hárman csak a farizeusok az írás tudók meg az otthon maradt testvér nem tud örülni a pásztor keresett, az asszony szorgosan takarított. Mégis az apának volt a legnehezebb. Ő csak várt és reménykedett. Nem abban, hogy a tékozló fiú úgyis elszegényedik, úgyis földön futó lesz, hanem abban, hogy atyai ház szeretete visszahozza azt, aki eltévedt. És az apa nem csalódott. Álmainknak szerte kell foszlani ahhoz, hogy hazataláljunk Jézushoz. Egy régi rabbinista mondás szerint, ha a zsidók Szent János kenyérre szorulnak, akkor megtérnek. Velünk sincsen másként. Az idősebb fiú megbotránkozott, mert az atya kegyelmét igazságtalanságnak tartotta, és szerinte túl késő volt a tékozló testvérének hazajönni. Nem véletlen, hogy a példázat szerint Jézus nem az elveszetteket kárhoztatta, hanem az együtt örüldi nem akaró idősebbik testvért. Soha nem késő Istenhez fordulni, mert ő minden tékozló hazatérésének örül. Rész. Hogyan kell hazatalálni? A megtérés régen nem vallásos szakkifejezés volt, hanem egyszerűen annyit jelentett, hogy valahová elmentem, és onnan haza indulok, megtérek. Ma ennek a szónak ezt a jelentését túlságosan Régiesnek tartjuk. A megtérés fogalmát a mai szakszótárak így határozzák meg. A megtérés az a gondolati, hitbeli, valamint ezzel együtt magatartásbeli folyamat, amelynek során az ember Isten iránti engedetlen magatartásával felhagy, és azzal a szándékkal fordul Isten felé, hogy akaratának engedelmeskedjék keresztjén bibliai lexikon, szerkesztő Barta Tibor, Budapest 1995, Calvin kiadó második kötet, 184-185. oldal. Egyszerűbben szólva a megtérés, egy belső értékrend csere, ami egész életünket átfogja. A meghatározáshoz még egy nagyon fontos dolog hozzátartozik a megtérést nem mi emberek kezdeményezzük, hanem Isten szent lelke, aki bennünk dolgozik, aki megragadja belső emberünket. Ott kezdődik, hogy hazavágyunk, rájövünk arra, hogy Isten nélkül tőle távol nem lehetünk igazán azok, akik szeretnénk lenni. A tékozló fiú megtérése a moslékos vájunál kezdődött amikor rádöbbent arra, hogy a tékozlás tönkreteszi az életét. A megtérés nem a világból való diszidálást jelent, a mindennapok kötelesség teljesítései elől, hanem az élet igazi, örökké való értelmének megtalálását, hazatalálást. A megtérés – nem valami képzeletbeli kolostorba zár, hanem céltudatos, értelmes, hitben, szeretetben és reménységben járó emberekké tesz. Keresztelő János Jézus előfutára a megtérés nagy prédikátora volt, aki minden hozzátérőnek a pusztában azt hirdette, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Máté Evangélium a harmadik fejezet, második vers. Amikor a megtérők azt kérdezték, mit cselekedjünk. Ez a kérdés a megtérés egyik legbiztosabb jele. Azt felelte, hogy vissza kell térniük a mindennapi kötelesség teljesítéseik mezeire, és ott kell megtéréshez illő gyümölcsöket teremni, a katonának és a vámszedőnek éppen úgy, mint bármilyen hivatású embernek. Lukács evangéliuma, harmadik fejezet, tizediktől tizennegyedik versig. A megtérés nem az élettel, hanem az önzéssel fordít szembe. Ezért bűnbánattal indul amit nem a könnyeink, az érzelmeink mérnek. A bűnbánat annak a tudatos belátása, hogy az életet csak Istennel szövetségben lehet megőrizni. Annak a belátása, hogy jobb Istennél otthon lenni, mint egyedül a nagyvilágban, a moslékos vájúnál. De a bűn megbánása még nem megtérés, a tékozló fiú megtérése akkor kezdődött el, amikor az első lépést megtette a hazavezető úton. A bűnbánatszónak a Bibliában a metanoé szó a megfelelője, aminek jelentése a gondolkodás megváltoztatása. Az ember magatartása változik meg a bűnnel a szeretetlenséggel kapcsolatban. Rádöbbenünk arra, hogy bűneinkkel nem csak a másikat, hanem önmagunkat is károsítjuk elveszítjük legnagyobb értékünket az életet a bűn megvallása a hazavezető út első lépése magunkban kell eljutnunk a bűn felismeréséhez nem mások felé kell ezt a vallomást rutinból vagy jól felfogott érdekből megtenni ez indítja a bűnöst arra hogy az élet igazi célját keresse, Isten felé forduljon, vagyis megtérjen. Görögül epistrofé, megfordulás, valamivel való törődés, odafordulás valamihez. Ezt az értékrendváltást jól szemlélteti Dávid bűnbánata, aminek nem abban volt a lényege, hogy milyen őszintén és szépen tudott a bűnéről beszélni, hanem rádöbbent arra, hogy bűne miatt elvesztette, ami a legfontosabb volt számára, az Istennel való kapcsolatot. Ezért mondja, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 51. Soltár, 6. vers. Dávid rádöbbent arra, hogy a bűn, vagyis ez a szakítás Istennel a szívben kezdődik. A szív az ószövetség idején az egész belső embert jelentette mindazt, ami bennünket belülről irányít, mozgat. Ezért könyörög így Istenhez. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. 51. Soltár 12. vers. Dávid felismerte azt, hogy Isten a szívben lévő igazságot kedveli. 8. vers. A bűnbánat célja nem más, mint Isten uralmának helyreállítása az ember belső világában. Ez a megtérés lelki alapja, és soha nem késő elindulni felé. Dávid további története jól példázza, hogy a bűnbocsánat nem a bűn következményének eltörlését jelenti, hanem a bűnből való kigyógyulás, ami nem más, mint Isten uralmának helyreállítása az ember életében. A bűnbánat megelőzi a bűnbocsánatot de a bűnös az elkövetett cselekedetek megbánásával még nem teheti alkalmassá magát arra, hogy Isten szövetségébe fogadja. Az ember önmagától képtelen arra, hogy Isten áldásaira érdemessé tegye magát. A bűn felismerésére és megbánására is Isten szent lelkének munkája teszi képessé. Az ember nagyon sokszor ennek a belső késztetésnek áll ellent. Nem veszi észre, hogy Isten jósága megtérésre ösztönöz. Római Levél második fejezet negyedik vers. Aki elkésik Istenhez fordulni, az ezt a belső késztetést. Isten megjelent üdvözítő kegyelmét nem veszi komolyan. Titus második levele, Tizenegyediktől től 14. versig. A bűnbocsánat azt jelenti, hogy Isten a rosszért jóval fizet. Nem hagyja el az embert, hanem odafordul hozzá. Jézus azt ígérte. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. János evangélium a 12. fejezet 32. vers. Önmagunktól legfeljebb csak kétségbe tudunk esni a bűneink miatt, mint ahogyan Júdás. Bánni a bűnt csak azt tudja, aki észreveszi, hogy soha nem késő Jézus szeretetébe kapaszkodni. Csak Jézus vonzás körében lehet a bűneinktől megszabadulni és új úton indulni. A halál helyett életet kapunk. Hiszen az embernek önmagában nincsen élete. Ez Isten ajándéka, és csak a vele való kapcsolat által lehet a miénk. Krisztusban a bűnös nem csak bűnbocsánatot nyer. Ez annyit jelent, hogy Isten haragja nem sújtja a bűnöst, hanem felmenti. Terheket rakhat le az ember, nem kell önmagát pusztítania és végre szabad lehet. A bűnbocsánat ismét alkalmassá teszi az életre. Ezt a reménységet így fogalmazza meg Pálapostól, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, Isten hiszen még az igazakért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Római levél 5. fejezet 6.tól 8. versekig. Rész. Miért lehet biztosan hazatalálni? A bűn által értelmetlenné, gyökértelenné tett életünkből a szabadulás biztosítéka a múltban van. Ez Jézus Krisztus áldozata, aki megöletett a világ megalapítása óta. Péter első levele, Első fejezet, huszadik vers, Károli fordítás. Krisztusnak ez az áldozata a megtérés és a bűnbocsánat biztosítéka. Jézus előbb cselekedett, biztosította minden bűnünkre a bűnbocsánatot, vagyis bibliai szóval minket, bűnösöket, a nem igazakat kegyelemből megigazított. A megigazítás, Görögül dikai jó megigazítani, igazként odaállítani, szabaddá tenni, tisztává tenni. Ez Isten cselekedete. Mi ezt hitben elfogadjuk, vagy megtagadva elutasítjuk. A megigazítás azt jelenti, hogy érdemei nélkül a bűnbánó bűnöst igaznak mondja vagy tekinti. Ez a kárhoztatás ellentéte. A megigazulás alapja nem a mi engedelmességünk, hanem Jézus engedelmessége. Ahogy az egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett az egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy egynek az engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Római levél 5. fejezet 18. 19. vers. Isten nem a jó vagy rossz cselekedeteink szerint tekint ránk. Ő a kegyelmét, az új kezdés lehetőségét mindenkinek felajánlja. Nem nekünk kell őt keresni, hanem ő talál meg minket. Szent Lelke által munkálja bennünk a jót, hogy az életet válasszuk. De nem kényszerít a jóra, meghagyja nekünk az engedelmesség szabadságát. Krisztusnak engedelmeskedünk, aki nekünk már itt a Földön is mindent a javunkra fordít. Jézus megigazításának, értünk hozott áldozatának közvetítője a hit, ami Ravasz László gyönyörű hasonlata szerint nem más, mint az ember koldus keze, amivel elfogadja Jézus áldozatát. Ez a hit, nem valamilyen tanításnak az elhívése, hanem cselekedet. Jakab levele, második fejezet, 21. 22. vers. A hit megjelenési formája a cselekedet, ami nem érdem, hanem következmény, hazaindulás a keskeny úton. Érdemszerző jó cselekedetekkel ezt a megigazulást nem lehet kiérdemelni, sem a cselekedet, sem a tettek nélküli holt elhívés nem vezet a megigazuláshoz. A hit azt jelenti, hogy odaszenteljük magunkat az emberibb, önzéstől és szeretetlenségtől szabadabb életre. A megigazítást Isten értünk, a megszentelés munkáját pedig bennünk cselekszik. Senki sem tudja önmagát megszentelni. Ha engedelmesen odaadjuk magunkat arra, hogy Jézus mássá tegyen, akkor létrejön egy nagy értékrend csere. Ismét a jó lesz számunkra a jó, és visszaalakulunk azzá az emberré, akinek Isten teremtett minket. Mindennapi cselekedeteink döntéseiben Isten akarata lesz az irányadó. Az érdemtelenül nekünk tulajdonított igazság a Jézussal való együttjárás következtében egyre inkább a tulajdonunk lesz. A megigazítás jogcím, amiért a mennybe juthatunk. A megszentelődés, vagy megszenteltetés, amit nem mi teszünk. Hanem ez Krisztus munkája bennünk. Ez pedig alkalmassá tesz arra, hogy a mennybe jussunk. Az igazi megtérés, a bűnbánat oda vezet, hogy más lesz a fontos, az értékes számunkra. Ha Isten új értékrendjét elfogadjuk, biztosan célba jutunk. Egyetlen feltétel van az ige szerint. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Zsidókhoz ért levél harmadik fejezet, 15. vers. Vest össze a 95. Zsoltár 7. és 8. versével. 8. rész Ugyanaz az ember, és mégis más. Hogyan lehetünk Ádám és Éva leszármazottaiból, akiktől a bűnös hajlamainkat örököltük, Jézus Krisztus családjának tagjaivá? Hogyan fordulhatunk bűneink céltalanságából Isten felé? A Biblia erre egy érdekes szóval felel: újjászületés által. Az újjászületés, görögül anagennaó vagy pálingenesia, ami a világnak és az embernek a teljes megújulását jelentette, és jelenti ma is, azt a folyamatot írja körül, amelynek az a célja, hogy Isten a maga gyermekeivé tegyen minket, hogy részesíteni tudjon az örök életben, megváltani minket a haláltól. A kép azt fejezi ki, hogy a régi énünk, amit a bűn, az önzés, a szeretet tagadása megkötöz, meghal, és egy új egzisztenciát teremt bennünk Isten, valami új születik bennünk. Ennek a fogalomnak a kifejtése Jézusnak a Nikodémussal folytatott beszélgetésében fogalmazódott meg. Nikodémus, a zsidók egyik vezető embere, a zsidó nagy tanács Sanhedrin tagja volt, a farizeusok pártjához tartozott. Egy hűs alkonyi órán, amikor keleten, az ilyenfajta elmélyültebb beszélgetésnek itt volt az ideje, megkereste Jézust, aki a következőket mondta. Esküszerűen megerősítve kétszeres bizonnyal, az üdvösség feltételéről. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. János Evangélium a harmadik fejezet, harmadik vers. A magasan képzett farizeusi teológiát valló tanító értetlenül áll Jézus szava előtt. Kérdése ezt tükrözi vissza. Hogyan születhetik az ember, amikor vén, bemehet anya méhébe, és megszülethetik ismét? Negyedik vers. Jézus válasza. Az előbbi követelményt megerősíti. Bizony bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újjonnan kell születnetek. János Evangélium a harmadik fejezet, ötödiktől hetedik versig. Vajon miért nem érti Nikodémus ezt a Jézusi képet, ami a hellenizmus idején nemcsak a görög műveltségű emberek, hanem a zsidók között is általános volt. Jézus mondani valója világos. Az üdvösségnek egyetlen feltétele van. Az újjászületés. Az itt használt görög szó anóten nem csak azt jelenti, hogy újjá, hanem azt is, hogy felülről. Nikodémust, a farizeust talán ez zavarja. Isten országát nem a mi teljesítményeink, érdemeink és erényeink nyitják meg előttünk, hanem felülről, Isten szent lelkének hatására születik meg bennünk. A víz a születéshez tartozó kép talán a magzatvíz, vagy az a víz, amivel az újszülöttet megmossák. Csak a későbbiekben lett ez utalás a keresztségre. Az újjászületés egy belső lelki folyamat, kívülről láthatatlan, csak az eredménye tapasztalható, mint a szélé. Ez a születés teszi az embert már itt a földön Isten országának polgárává. Az újjászületett emberek nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János Evangéliuma első fejezet, 13. vers. A Szent Lélek által felülről. János Evangéliuma harmadik fejezet, 8. vers. A természetes születés folyamata mint kép világosan mutatja, hogy az ember a maga újjászületéséhez semmivel sem tud hozzájárulni. Csak igent, vagy nemet mondhat a lélek hívó szavára. Ez kizárólag Isten munkája, mert az élet az övé, és ebből csak ő tud nekünk halandóknak adni. Péter első levele, első fejezet harmadik, és 23. versek. Isten az embert igéjével szüli újjá. Jakab levele első fejezet, 18. vers. Mint ahogyan kezdetben is szavával teremtette meg világunkat, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. 33. Zsoltár, kilencedik vers. Pálapostól a maga ige hirdetői munkájáról úgy beszél, hogy ő volt a bába, aki Isten igéjének hirdetése által hozta világra azokat a hívőket, akik ezáltal Isten országának polgáraivá születtek újjá. Vesd össze az első korintusi levél, negyedik fejezet 15. versét, Filemonhoz írt első fejezet tizedik versével. A keresztség Jézus Krisztustól elrendelt jele sem szül bennünket újjá, csak a belső, megélt, gyümölcsöt termő, gondolkodásbeli megújulást jelzi, pecsételi meg. Máté Evangéliuma 28. fejezet 19. és 20. vers A jel csak annyit jelent, amennyi tartalom van mögötte. Csak a megtérés, a belső megújulás után lesz a keresztség, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által. Tituszhoz írt levél, harmadik fejezet, ötödik vers. Csak arról lehet vallani, ami valóságosan megtörtént, ami nem csupán egy álom a jóról. Csak így lesz az újjászületés a testi, lelki halálból való feltámadás élő reménységévé. Péter első levele, első fejezet, harmadik vers. Harmadik fejezet, huszonegyedik vers. Az emberek ma lázasan keresik, hogy van-e élet a halál után, a Biblia más kérdés keresésére indít. Megnyerem e az életet a testi halálom előtt, amíg Istentől távol élek, a halál állapotában vagyok. És ha az Isten kereső hívó hangját nem hallom meg, akkor elveszítem végképp az életet. Ha viszont megtérek, elfogadom Isten eredeti értékrendjét, ami emberré tesz engem, akkor hazatalálok. Az újjászületés által örök életem lesz, mert bennem feltámad az a Jézus, aki értem támad fel. Az újjászületett ember is eltévedhet. De, mert soha nem késő, újra visszatalálhat Istenhez. Ahol az otthona van, mint a tékozló fiúnak az atyai házban. Csak Isten hívó szavát, igéjét nem szabad megvetni. Ahogyan az eltévedt bárány megismeri a pásztor hangját, úgy kell megismernünk, befogadnunk Isten hozzánk küldött üzenetét. Isten szeretete szül minket újjá a szeretetre ez tesz bennünket másokért, itt élő emberekké. Nekünk azért kell a menny polgáraibá újjá születnünk, hogy Isten országának alapelvét, a szeretetet itt a földön élni tudjuk a többi ember felé. Az önzés értékrendje helyett csak így tudunk szeretetben járni, vagyis embereknek maradni, a bűn embertelenségében. A mai ember számára miért nem természetes ez a jó? A nyilvános hazugság, a jól álcázott lopás, vagy akár a paráznaság, vagy a tíz parancsolat bármely igéje elleni vétek nem igen okoz lelkiismeret furtalást az embereknek. Ezektől a bűnöktől az életünk tönkre megy. De Jézus azért jött a földre, hogy mellettünk állva segítsen helyesen dönteni, hogy időben Istenhez forduljunk. Még ma sincs késő, de az idő sürget. Tőlünk csak egy halk, de életet formáló igent vár.